Utoljára 1987-ben volt magyar felnőtt síugró a VB-ken. Fischer László szerepelt akkor még a Zobersdorfi világbajnokságon. Tavaly nyáron Walter Hofer látogatást tett Kőszegre. Itt Szilágyi Jánost, a papát, az edzőt láthatjuk, ő adja majd meg a rajtjelet. És ő is támogatta már, mint Walter Hofer, a magyar síugró sportot, és ennek az egyik hozománya volt az, hogy a felnőtt VB-re is lehetőséget kapott Ákos a szereplése. Jó az elugrási sebesség, az ugrás távolság azért nyilván nem olyan, mint a többieké. Mondtam, hogy itt a beülőt is figyelni kell, tehát hiába ugrik valaki mondjuk az edzéssorozatokban magasabb beülőből hosszú ugrás. Az a 69 fél, ez rendben van összességében. 70 méter volt az elvárás, az pedig fél méter hiány meg is van. Ebben a mezőnyben, ebben a felnőtt mezőnyben azt hiszem, hogy a 60-on túli helyezés a reális. 18 ugróból egyelőre a 17-dik. A lett versenyző Szilágyi Ákosnak sikerül megelőzni, és reméljük, hogy ez egy első és egyben fontos lépés volt az ő pályafutásában.